Nagyon jól éreztem magam, úgy érzem, hogy jól is teljesítettünk, bár az tény is való, hogy nem sziporkázott a játék a részünkről, de most nem is ez volt a fontos, hanem hogy lehozzuk ezt a mérkőzést és megszerezzük a 3 pontot, mert tudtuk mérkőzés előtt, ugye, hogy a Ferencváros botlott a Paksel, úgyhogy ez volt az elsődleges, főleg annak tükrében, hogy ugye ezelőtt hétvégén mi is pontokat vesztettünk, holott is tudtunk egy ilyen mérkőzést játszani és begyűjteni a 3 pontot. Úgyhogy nagyon örülök ennek, annak kifejezetten, hogy most már az első helyen van a csapat, de még egyszer elmondom, azért olyan nagyon-nagyon jól nem játszottunk, főleg a másik fél időben. Úgy érzem, hogy az egész meccset kontrolláltuk, tényleg az első fél időben talán jobban játszottunk, rá tudtuk erőltetni az akaratunkat a Debrecenre, már lehet, hogy ők egy kicsit fáradtabbak is voltak, mert hétközben játszottak, de semmi sem volna a mi érdemeinkből, hogy megnyertük ezt a mérkőzést. A másik fél időben talán egy kicsit csapkodóvá vált a játék, ez a részünkről, ezt ki kellett volna küszöbölni azzal, hogy jobban tartjuk a labdát, többet járatjuk. Nem sikerült, de mondom, még egyszer nagyon boldogok vagyunk, hogy megszereztük a győzelmet. Ugye az elmúlt hónapokban neked nem a labdarúgásról szólt az élet, hanem inkább a türelemjátékról. Mennyire volt nehéz időszak? Hát nagyon nehéz volt, de ugye az egy dolog, hogy mi történik a pályán. Most már az életemben vannak fontosabb dolgok is, úgyhogy családos ember vagyok, úgyhogy ezeket tudtam átviselni, és a csapat támogatásával. Igen, nem mostanában játszottam 90 percet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most végig a pályán lehettem. Főleg annak tükrében, hogy ugye a közelmúltban 2011-es is kihagytam egy mérkőzésen, ami valljuk meg nagyon rosszul esett nekem, és az nagyon nagy trauma volt számomra. De mondom még egyszer, ugyanúgy fogok most ünnepelni, ahogy a 2011-es után ünnepelni. Hazamegyek, megölöm a feleségem, és megnézem, hogy a kislányom hogy alszik. Ugye mondta te is, hogy trauma volt ez a 2011-es. Mi volt, ami átlendített ezen, hogy ezt fel tudta dolgozni, kihagyta a kettőt is egymás után? Hát pozitív ember lévén nem azzal foglalkoztam, hogy persze foglalkoztam vele főleg aznap este, de utána nem azzal foglalkoztam, hanem azzal, hogy a többiek is támogattak, és innen is köszönöm szépen nekik, mert nagyon szép gesztus volt a részükről, főleg a vezetőedző részéről, hogy kétszer is odaállhattam, ahol nem én voltam kijelölve, sokat jelentett nekem. Úgyhogy ezzel tudja magam elé állítani a játékosokat és a csapatot, és mi mindannyian most egy irányba húzunk, és azon vagyunk, hogy neki megfeleljünk, és ezzel a bajnokok legyünk. Az elmúlt hónapokban Márko Nikol is többször is elmondta nyilatkozataiban, hogy számít rád, és visszavár a csapatba. Ez mennyire segített? Segített, és lehet, hogy az most furcsán hangzik, mert tényleg, hogyha az ember nem játszik, akkor csalódott, és mindenki a pályán akar lenni, de az idei év az egy kicsit másabb, mint a tavalyi volt legalábbis nekem, mert attól főleg, hogy most se standard játékos vagyok, jobban érzem a bizalmat is, és hogyha nem is kezdőként, de mondom, most annyira együtt van a csapat, és annyira egymásért küzdünk a pályán, hogy Márko Nikolics, hogyha nem is a kezdőben jelöl, akkor is az ő döntését tiszteletben tartom, mert mondom, ez is mutatja, hogy odaálltam kétszer, hogy mennyire bízik bennem, és attól függetlenül, hogyha nem a kezdőben jelöl, akkor is az ugyanúgy számol az a 25 játékossal képen az első keret tagja. Jövő héten jön a Paks, ugye láttuk ma, hogy a Ferencváros éppen hogy csak pontot tudott ellenük menteni. Mi lehet a fegyver a Paks ellen? Ugye nem könnyű ellenük játszani. Nem könnyű ellenük játszani, főleg Pakson. De kultúrált focit játszanak, főleg hazai pályán kifejezetten jól is szoktak játszani, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzés lesz, megpróbálunk természetesen győzelemre játszani, tudjuk, hogy most milyen jó eredményt értek el a Fradi ellen, de nekünk csak saját magunkra kell figyelni, ahogy eddig is, és akkor úgy érzem, nem lehet probléma.